Az emberi tehetség parányi lámpa, amely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényivel, s ha egy helyről másra hurcoltatik, sötétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk, írja a himnusz költője Kölcsey Ferenc nemzetnevelő művében, a Parainézisben. Ez az idézet találóan festi a hitvallás sorozatunk mai vendégének egész élettörténetét, tartalmas és másokért örökkön, tevékenyen tenni kívánó pályafutását. Egész életében hű akart lenni lámpás életű tanító édesapja eszmei örökségéhez, így ő is igyekezett azzá válni, majd szeretettel, törődéssel nevelt tanítványai mellett saját gyermekeinek is tovább hagyományozta a lámpasorsú emberek küldetését. Ő, Vastag József, röszkei nyugalmazott tanító, hagyományőrző. Fogadják szeretettel. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Vastag József, röszkei nyugalmazott tanítót, helyi hagyományőrzőt, értékőrzőt, és hát nyugodtan mondhatom, hogy a homokhálság egyik szellemi vezérét, hiszen én azt gondolom, hogy nem csak én gondolom így, hogy ön annak számít, hanem nagyon sokan tisztelik, szeretik Jóska bácsit úgy, mint egyfajta szellemi vezért, nem csak Röszkének egy meghatározó személyiségét, hanem akár a szegedi kistérségnek, vagy akár a homokháti kistérségnek is egy meghatározó kulturális szereplőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Hitvallás című portréinterjú sorozatban emberi életeket, emberi élettörténeteket ismertetünk, életutakat veszünk számba, és mindig arra keressük a választ, hogy az adott személyiségnek az életében mi volt az az útjelző fény, az a hit, ami a későbbiekben meghatározó lehetett az ő cselekedeteiben, az ő döntéseiben. Ennek tükrében fogunk Jóska bácsival beszélgetni az ön életéről, amely szorosan ide kötődik, és itt kezdődött. Hogyan? Itt alsó központon 1929. március 11-én köszöntöttem a világot, Madarász Csárdai Államcsi elemi népiskola tanítója volt édesapám, és itt születtem. Meghatározó volt, hogy édesapám tanítóként a tanya lámpása, igazi lámpása volt. A lakásunk ablaka a déli határa nézett közvetlen közelről, és ez az iskola olyan volt, mint egy végvár, Madarász Csárdai iskola, a Csárdaföldön. Nagy területnek a gyermekeit gyűjtötte össze, és egy hatosztályba, mindegy 30-35 tanulóval tanultam együtt 4 évig, osztatlan iskolában. Csodálatos volt ez az iskola. Nagyobbak segítették a kicsit, a palavesszőt az ötödikesek fogták az elsősök kezében, amíg az édesapám a 6. vagy a 4. osztályban földrajz vagy természetrajz órát vagy magyar órát, a magyar tanított. Egy csodálatos család volt ez az elemi iskola. Nem csak iskolaként, hanem mint a népművelésnek, az akkori közművelődésnek a központjaként. Hiszen nem csak iskolai oktatás folyt, édesapám Levente oktató volt. A trianoni határon meghatározó volt az, hogy erős Levente mozgalom legyen. Sajnos ez a Levente mozgalom nacionalista elvekre épült, és itt az ifjúságot, a fiatalságot a körülöttünk lévő nemzetek gyűlöletére is megtanították dalokban, versekben, és ezek úgy bennem maradtak, hiszen trianoni emléknap emléke az még mindig kitörülhetetlenül él bennem. Ez szomorú emlék, sajnos a tanyai iskoláknak a súlyponti feladata volt itt a déli határon. A trianoni gondolat őrzése és a trianoni gondolat feszegetése. Ma már úgy gondolom, hogy káros volt az a szemlélet, amelyet akkor sugárzott az a kor. Középiskoláimat Röszkén végeztem, Röszkére kerülvén a szegedi Klauzál Gábor gimnáziumban végeztem. 1944. március 11-e meghatározó nap volt. Együtt jártam
4 zsidó gyerekkel az osztályomban. Büszkén hordták először a nagy sárga Dávid csillagot a mellükön, majd később látva, hogy milyen tragédia előjelét jelentette ez számukra. 3-ójukat meggyászolok, mert Birkenauban, Dachauban vagy Buchenwaldban vesztek el. Egy közülük, Beck Mihály, igen jó barátom, ma is jó kapcsolatot tartok velük. Fájdalmas emlék ez, hogy március 19-én egy szaggatott csengetés vetett véget a tanévnek, és rám szakadt a háború borzalmas terhe. Apám katona volt, katonatiszt volt, és az akkori propaganda hatására elhagytuk otthonunkat, Dunántúlra mentünk, Tapolcára, apám alakulatával vitt, és a 3 megyére, 4 megyére zsugorodott ország, Balaton, Székesfehérvár, Nagykanizsa vonalától keletre már Bolsevesta megszállás alatt volt az ország, a túloldalon pedig hatalmas erő gyülemlett föl, katonai erő gyülemlett föl. A megfáradt hadsereget ki akartuk váltani, és Leventeként a fapuskát már a hónapra, Mauserra, kézigránátra, rombológránátra, páncélőkörre cseréltük föl. 15 évesen, 16 évesen, 2 hetes kiképzés után a borzalmak borzalmát értem meg. Apám körletébe visszatérve katonái mindig azt mondták, hogy a gyereket ne engedjétek magatok mellé, mert ha fölrobban, repülünk mindannyian. Kenyérzsákomban kézigránátok, derékszíjamon rombológránát, vállamon távcsöves mauzer, nehéz sisak, és így mentünk kiképzésre Újdörögre, ahol beástam magam gyalogsági ásóval egy gödörbe, és ez a kiképzés mind máig borzalmas emlékeim között él, mely ennek a következménye azután sajnos a fegyverhasználat is. Apámat ott vesztettem el egy bombatámadásnál, és a továbbiakban apám alakulatával együtt vonultunk nyugatra, vívtuk a kegyetlen, és mai emlékeim között is vizesre álmodom magam a partizánokkal vívott háborúban. Fegyveremnek köszönhetem, hogy ma élek. Ez volt az első fegyvertény, ami meghatározta életem további sorsát. Fogságból hazatérve, szerb, majd angol fogságba kerülve, folytattam tanulmányaimat a tanítóképzőben. A tanítóképző egy csodálatos intézmény, mindenfelé nyitott. Nyitott a gyakorlat felé, nyitott az művészetek felé. Meghatározó elem volt mindig az, hogy a család muzikális volt. Édesapám kiválóan hegedült, magam is megtanultam több hangszeren játszani. A tanítóképzőben abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy nem csak orgonát, hanem hegedűt is tanulhattam kiváló tanárom mellett, Szíjas János paptanár mellett, aki darabjaimat mindig zongorán kísérte. A tanítóképző elvégzése után gyakorló évre Röszkére kerültem. Nem sok sikerélményem lehetett, mert szerencsétlen apám, aki fasiszta katonatiszt megbélyegzést kapott, állandó kihallgatás, rendőri kihallgatás következtében szinte teljesen összeomlott, rám pedig a fasiszta fattyú jelzőt akasztották, és így az első alkalom az volt,
hogy elmeneküljek, elmenjek Röszkéről és munkahelyet változtassak, és átmentem Dunántúlra, egy csodálatos kis faluba, Miklósvára. Mintha egy államfaluba kerültem volna, osztályfőnök lettem. Ez a község szlovén település volt. Csodálatos fiatalok között népi együttest szerveztem drága jó kollégámmal együtt, aki kiváló harmonikás volt, és néhány hónap alatt olyan együttes élén állhattam, ami megdobogtatta a Zala megye összes színpadát, az ott gyűjtött táncokkal, kisfaludi fösvényével, Zalahöz Egerszegen, Szentgróton, Letenyében, Letenyén, Lentin, Nagykanizsán szerepeltünk, és egy év elteltével azt vettem észre, hogy kijöttek, értem, kiemeltek, és Zala megye tanácsa népművelési osztályán találtam magam. Munkakönyvem árulja el ezeket a dátumokat. Itt borzalmas nagy szervező munkát akasztottak rám. A megyei könyvtárhálózat akkori átszervezését a tanácsi szervezet mintájára Zalaegerszegen a városi könyvtárból megyei könyvtárat hoztam létre Nagykanizsán, Lentiben, Letenyén, Zalaszentgróton. Megszerveztem a járási könyvtárat Nován, Csesztregen, nagyobb településeken. Önálló könyvtárakat hoztam létre, könyvtáros tanfolyamokat szerveztem, és az országban másodikként fejeztem be ezt a hatalmas szervező munkát, aminek következménye az lett, hogy Budapestre a Népkönyvtári Központba vittek föl 63 járási könyvtár mobilizálását kaptam feladatul. Néhány hónap munka után ugyanazt a feladatot kaptam Csongrád megyében, mint Zalába, és 1952-ben Hódmezővásárhelyen megnyitotta a megyei könyvtárat, pontosan Stalin Generalissimus születésnapján. Ezt szememre is hányták azóta, hogy pont ezen a napon, de hát ebben az időben születésnapok voltak a meghatározói különböző intézmények megnyitásának. Innen az utam Szeged járás népművelési osztálya lett, megnősültem. A terepen éreztem igazán jól magam, és ezért ki is kértem magam Csorvára, általános iskolai igazgató lettem. Életemnek legszebb második ígérete volt, hiszen Csorva volt a szegedi járás akkor legelmaradottabb települése, és Bokor falucska. Talán 35-40 ház jelentette akkor a falut. A kikerülésem után ott is rögtön népi együttest, kis tánc együttest, csoportot szerveztem, színjátszókört alakítottam, és egy teljesen új tantestülettel, nagy reményekkel láttam munkához, míg nem elérkezett Nagy Imre ideje, amikor is a igazgatói, tanítói munkám mellett politikai munkát is vállalnom kellett, hiszen erre az időre esik a kulák rehabilitáció. Ebben a községben 84 osztályidegen tartottak számon, hiszen 3 hol gyümölcsös elegendő volt ahhoz, hogy valakit kulákká nyilvánítsanak. Óriási élmény volt, amikor egy megyei intézkedés következtében törülni kellett a felszorzott parasztokat, és csak 24 osztályidegen maradt. Magam jártam ki közölni az érintettekkel, hogy törölték őket a kulák listáról. Sorban következtek az események. 56. Meghatározó. Ismét fegyvert fogtam.
Nemzeti Bizottság élén fegyverekért jöttünk be Szegedre, és arra gondolván, hogy a falu rendjét biztosítani tudjuk, arra gondolván, hogy ne ismétlődhessen meg domaszék tanácsháza égetése, Mórahalmon a sortűz, megpróbáltunk helytállni. Sajnos nem sikerült. Következménye lett azonnali elbocsátásom, családommal, feleségemmel együtt menekültünk egy tanyai füstös iskolához, ahol mindmáig élek és mindmáig lakom. Ez a kancsalszéli iskola. Más életpályát, más életformát kellett fölvennem, hogy a családomat el tudjam tartani. Nekiláttam ismét a hagyományok gyűjtésének, és a hagyomány gyűjtése során, amikor is magam is a paprikás életbe születtem, nekiláttam paprikát termelni, paprikát feldolgozni, és tudományosan is foglalkozni a paprika történetével. Talán ez lett meghatározója mindannak, amit ezzel kapcsolatosan sikerült itt a határ szélén összeszednem. Létrehoztam munkatársaimmal, kiváló segítőimmel, az akkori tanácselnök asszonnyal, Márkinéval, akkori hasító lányokkal, a Paprika Hasító Együttest, amely különbözött minden más környékbeli együttestől, dalaiban, szokásaiban, hiszen a paprika kaláka munka volt, tehát a paprika életében, a paprikás ember életében egy ember soha nem jelentett meghatározó erőt, mert paprika ültetéskor, szedéskor, földolgozásakor mindig közösségben folyt a munka, és a közösség élete hihetetlen gazdag volt. Fölgyűjtöttem azokat a dalokat, azokat a munkaénekeket, amelyeket ezek az asszonyok, ezek a hasító lányok akkor énekeltek, és kiváló segítőim, Mezei Károly dramaturg segítségével színpadra is vittük. És ennek a színpadnak a megjelenítése, színpadon való megjelenítése fölhívta országos szervek figyelmét is ránk, Vas Lajos mozgalma, Páva mozgalma segített bennünket, és hamarosan a Kórusok Országos Tanácsa Paraszt Énekkari Bizottságának elnökeként találtam magam, és együttesemről a Magyar Televízió 1973-ban egy csodálatos filmet forgatott Paprikások címmel, amely a Dublini Folklor Fesztivál Aranyhárfa díját hozta el. Gyűjtöttem tovább a csutri hagyományvilágát, amely szerb alapokon nyugszik, hiszen ez tulajdonképpen a fiatalok, a még nem bálkorú gyermekeknek volt a délutáni szórakozása, amely átnőtt egy felnőtt szokássá, zugbálakká. Az a gazda, akinek volt bizonyos mennyiségű bora, el akarta mérni, az csutrit szervezett. Ugyanúgy, mint a lakodalomba, be is hívták a vendégeket. Petrópénzettek, voltak kiváló citerások, bőrdudások, muzsikások. Többek között az egyik legjellegzetesebb ilyen muzsikus volt a mórahalmi születésű Löszök úr Pap Miska, aki háromhúros hegedűjén és apjától örökölt bőrdudáján képes volt egy egész csutrit végig muzsikálni. Az én együttesemben is ilyen citerások
voltak 12-en, 13-an, és ezek közül, az öregek közül kerültek ki aratközlőim is, nótaközlőim is, szebbnél szebb dallamokkal. Mögé rőtt a paprika mög, hunhálunk az éjszaka mög. Nálatok, angyalom, a ruganyos ágyadon hálunk az éjszaka mög. Eltörött a lőcsös kocsi kereke, mivel vigyük a paprikát szögedre? Ha eltörött, majd lesz másik újröszeibe, azon vigyük a paprikát szögedre. A csutriba pedig lányok táskás lepényt, pogácsát hoztak, a legények pedig csutorás üvegbe bort, és zenének hangjánál sokszor 10-11 óráig eltartott a csutri. Üldözte ezt állam és egyház, csendőrök, rendőrök, mert vigalmi adót ezek nem fizettek, nem szedtek. És sajnos eljutott az a valóság is, hogy akik kétszer-háromszor az öregebbek közül csutriba mentek, úgy mondták, hogy átlépték a gazda vájúját, azok már nem tartottak lakodalmat, hanem a csutrit lakodalomként ülték meg, vadházasok lettek, és emiatt a csutri hamarosan a megszűnés határára került, hiszen azok a csutrisok, akik eljártak ebbe a zugbálba, ebbe a zug mulatságba, gyakran csendőr vagy rendőr pofonokkal úszták csak meg. Mégis szép, hiszen gyönyörű szép dalok, emlékek láttak napvilágot a csutris életképben, amelyet nem csak Röszkén, hanem a Móra-Halmi együttes is átvett tőlünk.